Együtt rendezik az idén is a férfi és a női futzál Magyar Kupa 4-es döntőjét, mégpedig Sziget-Szentmiklóson. A nőknél a VSH Pumfu Tolnamös címvédőként lesz jelen az idei Final Four-ban. Mint emlékezetes, tavaly az esélyesebb Hajdúböszörmény ellen döntőt játszhattak Varga Adélék, és a rendes játékidő sem a hosszabbítás nem hozott döntést, megérett a meglepetés. A Tolnamös ugyanis legyőzte a büntető rugásokban a bajnok és kupagyőztes abszolút favorit hajdúságiakat, és fennállása legnagyobb sikerét elérve hazahozták, képletesen szólva a lányok, a Magyar Kupát. Most visszaviszik Sziget-Szentmiklósra, persze azzal a nem titkolt szándékkal, hogy esetleg újra hazahozzák azt. Persze ez nem elvárás a vezetőség, személy szerint Hevesi Tamás, ismert popénekes klubelnök részéről, de az már csalódással érne fel, ha február 24-én vasárnap délelőtt 10:30-kor esedékes döntőben nem találkozhatnánk a Tolnamözzsel. Elméletileg ugyanis könnyebben vezet az út ide, mármint a fináléba, mint tavaly. Az elődöntőben ugyanis az egyetlen nem első osztályú csapat, a Debreceni Egyetem együttese lesz az ellenfél, és nem valamelyik élvonalbeli rivális. Vigyázat, ne előre a medve bőrére, mert a debreceniek az NB2 bajnokjelöltjei, és már a megfigyelők szerint készek az élvonalra, egy felkészülési tornán 2-2 tudtak játszani a tolnaiakkal szemben. No, és a testnevelési egyetem elleni negyed döntő mindkét meccsének nem éppen simasága a továbbjutás szempontjából emlékeztetheti Nagy Roland csapatát arra, hogy azt a bizonyos nagy mellényt otthon kell hagyni. Ha érvényesül a papírforma, a komplett Tolnamös, mert hogy mindenki felépült és játékra kész, legyőzi a debreceni EHC-ot, akkor pillanatnyilag listavezető Astra Kiskunfélegyháza és a Hajdúböszörmény győztese vár rájuk vasárnap. Arra a kérdésünkre, ha választhatna, melyiket látná szívesebben ellenfélként, a tolnamözsiek fiatal edzője, Nagy Roland, a Hajdúböszörményre voksolt, mondván a félegyháziak nagypályás stílusa erőtől dúzzadó játékosokkal nekik nem igazán jön be, kizökkentheti csapatát a megszokott játékából. A főpróba a Miskolci Vénusz elleni idegenbeli 5-4-es vereséggel zárult a bajnokságban, nem igazán sikerült az egész Tolnamegyét képviselő csapatnak a Magyar Kupa döntőjére készülvén. Bár elmondásuk szerint a véleményes játékvezetői ítéletek okozták a minimális vereséget, a játék képe alapján akár ők is nyerhettek volna egy góllal. A tolnamözsi futzál képviselői szurkolói persze nem bánnák, ha a színházi berkekben elterjedt mondás, miszerint a rossz főpróbát sikeres előadás követheti, Sziget-Szentmiklóson is a futzál Magyar Kupa 4-es döntőjében beigazolódna.